pókemberes előadást fogok tartani nem sokára. Egy órás előadásról van szó. Pókember most 50 éves, ez egy ilyen jubileumi előadás lesz. Azzal ünnepeljük meg, hogy egy ilyen életmű előadást fogok tartani, tehát azt jelenti, hogy a kezdetétől indulok, és folyamatosan megyünk végig pókember életén a főbb eseményeket megemlítve. Néhányra ki fogok térni kicsit részletesebben, amelyek jelentősebbek voltak az életéből, néhányan csak kis említésszerűen említjük meg. Lesz kis érdekesség benne, hogy általában képregényborítókat fogok mutatni, és hogy összevetjük az amerikai eredeti képregényborítót a magyarul megjelent képregényborítókkal. Ez egy 120, kb. 120 képből álló előadás lesz, ami nagyjából egy órán keresztül fog tartani. 63. március megjelenhetett az első képregény a saját nevén. Azért lehet nyilván csodálatos pókember, mert hogy a csodálatos fantáziához legyen valami köze. Ebben gyorsan kitérek rá, hogy ebben az időben nem voltak hosszú történetek, ezre azért érek ki, mert később erről lesz szó. Ebben az időben általában egy képregényben, egy 22 oldalas képregényben minimum kettő történet volt. Ez ott jól is látszik a jobb felső sarokban. Az első történetben egy kis visszatekintés volt az eredetére, ami az Everything Fantasy 15-ben jelent meg. Másik történet, és találkozott a Fantasztikus 4-essel. Másik történetben pedig a Kamerunnal egy külön története volt. Tehát mondhatjuk, hogy a Kamerun a legelső ellenség, akivel Pókember valaha összecsapott. A következő, a harmadik szám, amiben Dr. Octopusszal találkozott először, azért jelentős, mert Dr. Octopus volt az első, aki legyőzte igazán Pókembert, tehát aki konkrétan úgy felülkerekedett rajta. És nem csak ezért, hanem majd mindjárt jön egy másik történet, amiért a 60-as években Dr. Octopus volt a Pókember ellenség, tehát a legnagyobb, a nevezés, a minden, melyet később azért felváltottak, de majd el is kitérünk. A következő, a nyolcadik szám azért volt egy kicsit érdekesebb a többinél, mert ha a filmekből tudjátok, ha máshonnan nem is, Flash Thompson, Pókembernek egy ilyen kis magánjellegű nevezése volt, aki állandóan csesztette az iskolában, és hát Pókember sosem merte megverni, nehogy kiderüljön a pók ereje. Ám itt adódott egy olyan lehetőség, hogy egy ilyen összeveszést követően azt mondták a tanárok, hogy itt nincs verekedés az iskolában, de ha felvesztek kesztyűt, akkor egy rendes boxmérkőzésen megláthatjátok, hogy ki a jobb. Ennek az lett a vége, hogy Pókember egyszer csak hirtelen elterelték a figyelmét, ott a felsőképpen látva robottal, és ezért egy olyan ütést ütött be a Flash Thompsonnak, hogy majdnem kirepült a ringből. Úgyhogy mondhatjuk, hogy elég tételt vett a sok sérelemért, még akkor is, hogyha nem volt teljesen szándékos. A 14. szám ma az egyik legdrágább Pókember képregény, azért, mert az Zöld Manó első megjelenése volt benne, aki ugye, mint tudjuk, ma már a legnagyobb Pókember ellenség. Ebben a történetben egy vendégszereplő volt a Hulk. Az első találkozás a Pókemberrel, igazából nem verekedtek, tehát inkább a Pókember elszaladt előle. Egyel később a Kraven legelső szereplése volt. Ez azért érdekes, mert leszámítva a Kraven halálát, a Kraven utolsó vadászata című történetben, ezt a szereplőt nem igazán tudták eltalálni, tehát általában elég lapos történeteket írtak vele, de ez, a legelső, ez jó volt. Tehát Stanley még igazán ráhelyezett arra, hogy mit akar ezzel a szereplővel. A következő szám egyből a következő hónapban Fene gyerekkel az első találkozás, és ez pedig, amit említettem nem olyan régen, ez egy háromrészes történet Dr. Octopusszal, megy a nagy bugyó, mélynéni életéért tulajdonképpen. Ez volt az első olyan Pókember történet, amely már igazán komoly volt, tehát ami ilyen súlyos volt, aminek mondani valója is volt, sokkal inkább, mint az addigieknek, és ez volt az, ami után végérvényes lett, hogy Dr. Octopus a legnagyobb Pókember ellenség, hát egy jó darabig. Ezt egy kicsit próbálták árnyalni már is a 39. számmal, itt lett az első rajzolóváltás, az idősebbi John Romita érkezett a rajzasztalhoz. Mivel hogy ebben a történetben a Zöld Manó már is kitalálta, hogy Peter Parker a Pókember, ezért innentől kezdve az ő történeteik mindig kicsit súlyosabbak voltak azzal, hogy nem csak egy jelenség volt, akivel találkozott beöltözve, hanem aki mindig fenyegette, ugye, amitől a legjobban félt, hogy világá küldheti a titkát, és akkor családját is veszélyeztetik. Ez
kötet megjelent magyarul, az új Marvel X-ra kötetünkben. 47. szám, ez azért van jelentős, mert a történetnek a legnagyobb részét nem a bunyó tette ki, hanem a Flash Thompsonnak a búcsú bulija, akit éppen besoroztak katonának a vietnami háborúban, és igazán jól körüljárták az írással, méghozzá nagyon részletesen azt, hogy Peternek milyen kapcsolata van az osztálytársaival, az iskolával, a barátaival. Egy nagyon érdekes számlet, amelyre nagyon-nagyon sok visszautalás lett később, úgy, mint valószínűleg ez a legismertebb Pókember történet a 60-as évekből. Ez pedig egy legendás borító, rengetegszer másolták már, ha máshonnan nem ismeritek, akkor a második Hulk filmnek, a DVD-nek ez a borítója, vagy a plakátja is ugyanez volt, csak nyilván nem Pókemberrel. Szintén nagyon-nagyon sokszor visszaköszönt, és a történetben levő egyik jelenet, amikor Pókember az első alkalom, amikor úgy dönt, hogy visszaadja az ipart, úgy döntött, hogy nagyon-nagyon sok mindent lefoglal a magánéletéből, csak rosszat okoz neki az, hogy ő pókemberkedik, azért úgy döntött, hogy kidobja a kukába a ruháját, amely szintén az egyik leggyakrabban visszaköszönő momentum, például a Pókember második filmben is benne volt. Még egyszer mondom, ez az alkalom, amikor a Pókember önmagától úgy dönt, hogy nem akar többé Pókember lenni és a magánélete miatt. Ez pedig egy olyan történet, amely kevésbé ismert, mégis volt ekkora jelentősége. Ugyanis Pókember itt szintén úgy döntött, hogy abba hagyja a pókemberkedést, csak hogy itt nem önszántából, hanem itt úgy gondolta, beteg lett. És ő ezt nem tudta, és azt hitte, hogy elkezdenek elszállni a pók képességei, azt hiszi, hogy az egész úgy, ahogy van, visszafordul, és ezért úgy dönt, hogy felfedi magát, és mindenkinek megmutatja, hogy ő a pókember. Hát aztán kiderült, hogy csak influencer lett, és nagyon ráfázott, szó szerint. És hát ilyenkor vissza kell csinálni, szerencsére volt egy ilyen Prowler nevű ismerőse, akire ráadta a pókember ruhát és megjelent a többiek előtt pókemberként, miközben ő ott volt civilben, vagyis így próbálta tisztázni magát. Úgyhogy kicsit megúszta, de mondhatjuk úgy, hogy Stacy kapitány azért nem volt olyan hülye, ő azért össze tudta rakni a dolgokat. Ez maga a Stacy kapitány halálának a története, a maga idejének a legfontosabb vagy legnagyobb története volt. Ebben a történetben mielőtt meghal, Stacy kapitány elmondja Pókembernek, hogy tudja, hogy ő volt a Peter, megkérdezi, hogy vigyázzon a lányára, Gwenre. Szintén, mivel a Dr. Octopus volt ekkorban a legnagyobb ellenség, természetesen ő kellett, hogy az legyen, aki megüli, tehát aki felelős a haláláért, ez így is lett. Ennek a történetnek volt egy kis háttere, hogy a szerkesztőségben úgy gondolták, hogy már nagyon régóta nem volt semmi igazán maradandó vagy nevezetes pókember életében, úgyhogy öljünk meg valakit. És hát úgy látszik, hogy a Stacy kapitány húzta rövidebbet.